energiával, energetikával folytatjuk tovább a startot. Makri Tamás, a Magyar Szolár Szövetség elnöke, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Múlt héten is foglalkoztunk ezzel a témával, annak apropóján, hogy ugye van egy úgynevezett termékdíj, most meg lenne egy teljesítménydíj márciustól. Ön már tudja, hogy áprilistól, múltkor még márciusról volt szó. Ön már tudja, hogy a teljesítménydíj, ugye ami 4 kilovattonként lenne valamekkora, az mekkora lesz? Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy ezt jelenleg nem lehet tudni. Kicsit pontosítanám, mert nem 4 kilovattonként, hanem 4 kilovatt fölötti rendszerekre érvényes ez a teljesítménydíj, és gyakorlatilag minden kilovatt után lesz majd egy fizetendő összeg, ami jelenleg 0 forint, de pont ez a legnagyobb probléma, hogy ez egy bizonytalanság. Tehát gyakorlatilag, aki most egy napelemes rendszerbe beruház, az körülbelül egy 10 éves megtérülési időről beszélünk, és hogyha ebbe bejön egy ilyen ismeretlen faktor, akkor az nagyon sok beruházót el fog bizonytalanítani. Ez most tulajdonképpen már mindenkire vonatkozik, aki használ ilyen rendszereket, nem. Vagy aki majd áprilistól használna ilyen rendszereket. Így van, ez nagyon fontos, hogy a szabály az úgy szól, hogy minden olyan háztartási méretű kiserőműre, aminek az igénybejelentése, tehát az áramszolgáltatónál a csatlakozási ügyintézés első lépése, az igénybejelentése április 1-je után történik, és a rendszer nagyobb, mint 4 kilovatt, ott lép életbe ez a bizonytalan, lebegtetett összegű teljesítménydíj. Segítsen már nekünk, mert nem feltétlenül gondolom azt, hogy a technikához, a teljesítményeknek a kiszámításához mindenki annyira nagyon értene, de körülbelül ez a 4 kilovatt, ez minek felel meg? Ez a 4 kilovatt, ez durván egy olyan havi 18 ezer forintos villanyszámlának a kiváltásához elegendő. Ez mondjuk akkor a 4 kilovatt egy átlagos családnál is használható, vagy használatos teljesítmény lenne, vagy lehetne. Így van, a legtöbb telepített rendszer, ami mondjuk a lakossági méretről, ha beszélünk, azok olyan 3, 4, 5, 6, 7 kilovatt, ez a mezsgye, amiben mozognak. Akkor azt mondhatjuk azt, ugye elnök úr, hogy ez tulajdonképpen majd, hogy nem minden háztartást érintene, vagy érinthetne, akik mondjuk ilyen rendszer kiépítésében gondolkozik, vagy így gondolkoznak. Így van, és március folyamán nem kezdik el a hálózati ügyintézést. Mert hogy aki elkezdi, így, arra ez már vonatkozni fog. Nem, ott az mentesül. Tehát pont ez a nagyon fontos, hogy aki komolyan gondolja azt, hogy a napelemes rendszer szeretne telepíteni, mindenképpen keresse meg valamelyik napelemes kivitelező céget, és még március folyamán indítsa. Mert hogy a szerződése majd ezt a dátumot nézik, ugye? Azt ugye nézik, az hogy mikor lett elindítva meg, vagy sem. Ott még nem lesz megkötve a szerződés, mikor lett elindítva a folyamat. Ezt mert hogy az számít. Így van. És így hogyha van. Ez márciusban megtörténik, így akkor nem lesz ez a teljesítménydíj. Magyarországon önök például tudják azt, elnök úr, hogy jelenleg háztartások közül hányan használnak ilyen szolárrendszereket? Hát a pontos statisztikák azok 2015 év végéig vannak feldolgozva, ugye az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal honlapján ez hivatalosan elérhető. Most körülbelül úgy néz ki, hogy 2015 végéig 15 ezer háztartásnál van napelemes kísérőmű, ami körülbelül 128 megawattot jelent. Ez 2015 év végi adat. Értem, arra van egy statisztika, hogy évenként átlagosan körülbelül Magyarországon hány ilyen beruházás történik a családok részéről? Ez egy több ezres szám, tehát ez egy elég komolyan exponenciális. De hogy mondjuk évente Magyarországon 3000 család dönt így? Így van, körülbelül 5000 szerintem nagyságrendileg. Ez tulajdonképpen, hogyha valaki mégis ebben gondolkozik, és már látja azt, hogy kifut az időből magyarán márciusig bezárólag nem tudja elindítani papíron ezt a folyamatot, de azért szeretné ezt a kis szolárrendszert, erőművet létrehozni mondjuk a kertjében, a ház tetején, a pincében, nem tudom, valahol, akkor mivel kalkuláljon, hogy ez mivel drágítja, mennyivel drágítja majd meg az ő áramát? Hát nekünk Magyar Szolár Szövetségünk és az összes szakmai szervezetnek megújuló energia platform manap, pontosan ez a legnagyobb problémánk, hogy miután, hogy ez nem kalkulálható. Tehát ez a legnagyobb probléma, és azt gondolom, hogy hosszú távú beruházásnál mindig az a legnagyobb probléma, hogyha olyan tényezők szerepelnek, amiket egyszerűen a befektető nem tud kalkulálni. Úgyhogy most elkezdünk számolni. Tehát úgy lehet számolni, hogy 1 kilowatt napelem egy déli tájárású tetőfelületen, az kb. 1200 kilowattórát hoz ideális esetben. Ezt, hogyha megnézzük a jelenlegi áram árával, akkor ez körülbelül szűk 50 ezer forintot jelent. Tehát kvázi 1 kilowatt 50 ezer forintot hoz. Na most, hogy ehhez viszonyítva
mennyi lesz az elosztói teljesítménydíj. Mert ha azt mondjuk, hogy 5000 forint, akkor azt mondjuk, hogy elviszi a haszonnak, vagy a hozamnak a 10%-át. De hogyha ennél magasabb, az már azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehezítené, és elbizonyítanítani a piacot, de a legrosszabb az, hogy nem tudjuk. Na most ugye ez a bizonyos termékdíj, amit környezetvédelmi termékdíjnak neveznek, ugye ez már 2 éve pörög Magyarországon, itt ugye azt olvasom, hogy kilogrammonként ez 114 forintot jelent. Ezzel lehet számolni, hogy ez mennyivel drágította meg egyébként az áramnak az előállítását? Igen, ez viszonylag pontosan kalkulálható, ez egy napelemre vetítve körülbelül 2000 forintot jelent, és ez azt jelenti, hogy ez körülbelül a napelem áramnak a durván 5%-a. A napelem alatt ugye azt magát a kockát, a táblát értjük. Így van, és egyszerűen ezt látnunk kell, hogy a világ legmagasabb napelem termékdíja Magyarországon van. Többszörös a világon, legmagasabb sehol a világon nincsen máshol ilyen magas termékdíja. Önök ezt megkérdezték, hogy miért? Hát, mi ezt nagyon sok helyen kérdeztük, és gyakorlatilag nem kaptunk rá érdemi választ. Jó, de kiktől kérdezték? Lehet, hogy nem jó helyen kérdezték. Hát mi ezt elég sok helyen megkérdeztünk, és gyakorlatilag érdemi válasz nem érkezett rá. Jó, de valamilyen válasz csak mondtak erre, hogy nem tudjuk, elfelejtettük kiszámolni, utána nézni. Hát most volt pont egy indítványoztunk, tehát megírtunk egy levelet gyakorlatilag a hivataloknak, aminek az lett a vége, hogy ez így van és kész, pont. Mert hogy gyakorlatilag azt is látni kell, hogyha az ember mondjuk elviszi egy törött napelemet valamelyik hulladék feldolgozóhoz, sehol nem számítják ezt be. Tehát ez kvázi egy adó. Igen. És egy olyan terméknél, ami gyakorlatilag szinte 100%-ban újra felhasználható. Még egy utolsó kérdésem lenne, ez a bizonyos teljesítménydíj, ugye aminek a mértékét még nem tudjuk, ami 4 kW fölött lenne. Jelenleg nulla. Ami jelenleg nulla. Ezzel kapcsolatban már tiltakoztak valahol valakinél? Tehát valakiknek már írtak? Természetesen. És választ kaptak? Nem kaptunk még. Tehát ez egy nagyon-nagyon friss dolog, ugye ez pár hete van gyakorlatilag így a köztudatban. Jó, hát pár hét alatt azért már lehet kapni egy választ. Válaszok még nem érkeztek. Írjanak e-mailt, akkor ne postán küldjék el ezt a levelet. Az hát, hogy gyorsabb lesz, nem tudom. Mindenesetre várjuk mi is a választ. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.